Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a lelkeddel. Szeretettel köszöntelek benneteket a képernyő túlsó oldalán. Krisztusban kedves híveim, különösen apili szentlélekieket, és titeket, kedves templom búcsút ünneplő szentgyörmezői híveimet. E szép, becses ünnepre, szép ruhába öltözve, sietve, szinte futva jöttünk ide a templomba. Elvégeztük Szent Jónásunkat rendje módja szerint, ahogy az illik, és búcsúra jöttünk az ünnepi szentmisére. Most meg e virtuális találkozásra úgy jöhetünk Isten elé, amilyenek most valóban épp vagyunk. Nyomorúságosan, gyöngén, s talán már bűnösen is, igaz-e? Lélekben talán már beleunva, megfáradva, ezen több mint egy hónapos bezártság alatt otthonainkban. De tudd, kedves szentgyörmezői hívem, idei templom búcsunkon is Isten meg szeretne ajándékozni minket újra irgalmával. Szent György által azt szeretné neked s nekünk elmondani a mai napon, hogy újra rendben lesz minden, és elfogad minket olyannak, amilyen épp most vagyunk. Hát hozd ide a tévé elé szentmisére sanyarú szívedet, lelkedet, s bűneink megbánásával pedig hiddel felkészít és bevezet bennünket, ahogy a mai evangéliumban hallani fogjuk a ma két Emmauszi tanítványt. E szentmise legbensőbb titkaiba belevezet. Nos, az irgalom, ha megkapod, olaj és bor lesz a lelki sebeinkre. Akkor hát e szent csöndben te is ott, a tévéképernyő másik oldalán szedd össze magad, hogy bizalommal és jó szívvel forduljunk most közösen Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy fogadja el e szent mise áldozatunkat, amelyet most fölajánlok a kedves híveimért, valamint kedves felvidéki kálazi barátomért, Gyepes Lajosért és hitvesért, Száraz Icáért, akik holnapi nap folyamán ünnepelnék meg házasságuk 35. évfordulóját. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked,
dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten váranya, az Atyának fia, elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket, te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus. A Szent Lélekkel együtt az Atya Isten dicsőségében. Könyörögjünk! Istenünk, te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, a biztos remény örömével várják a föltámadás napját, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején, ha Atyának hívjátok őt, aki személy válogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek tettei szerint. Hiszen tudjátok jól, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon váltottak meg titeket az atyáitok által rátok hagyott értéktelen életformától, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak drága vére árán. Őt is előre kiválasztotta már a világ teremtése előtt, de csak az utolsó időkben jelent meg miattatok, és általa hisztek Istenben, aki föltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy higgyetek és reméljetek Istenben. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Húsvét vasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumra 2-3 óra járásnyira fekszik. És útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. És míg beszélgettek és vitatkoztak, hát egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak.
Jézus megkérdezte őket, hát milyen dolgokról beszélgettetek egymással út közben? Hát erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, ha mi történt ott ezekben a napokban? Ő megkérdezte, hát miért? Hát mi történt? Azok ezt felelték. A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink bizony kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izrael. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzánk hasonló asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét, és azzal a hírrel tértek vissza, hogy hát angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és hát úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, de őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt, ó ti oktalanok, ti késedelmes szívűek, hát képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek? Hát nem ezeket kellett elszenvedni a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Majd aztán Mózesen kezdve, hát valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az írásokban őróla szól. És közben odaértek a faluhoz, ahová épp tartottak, és úgy tett, mintha ő tovább akarna menni. De hát azok marasztalták és kérték, ha maradj velünk, mert esteledik, és már lemenőben van a nap. Betért tehát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték. De ő, hát eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak, ugye, lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Nos, még abban az órában ők útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társaikat. Azok ezzel fogadták őket. Valóban föltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, hát mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása, legyen bűneink bocsánatára. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Templomunk búcsú napján Lukács evangéliumából kitűnik, hogy hallottuk az irgalom, amely olaj és bor a sebekre. Egy mondatban ez lehet hát a meghatározott fő gondolat, üzenete. És a két emmauszi tanítvány bizony, hát egy rosszul végződött, keserű eseményt hagytak maguk mögött ott Jeruzsálembe. És mindkét tanítvány akkor úgy érezte, hát nincs más lehetőségük, csak a lemondás és a menekülés. El innen, el, mindegy hová, csak el innen. Ugye, milyen ismerős tud lenni ez a szlogen? Mert ők ketten kudarcot éltek meg, de nagyot. Tudod, az Emmauszi falu
ahová ez a két tanítvány tartott Jeruzsálemtől, nyugatra van, s csupán mindössze hallottuk 2 óra. Olyan 2 óra kimenő. Aha. 2 óra kimenő. Kötelező otthon maradásból. Hallod-e? Elegem van. El otthonról, akár csak 2 órára. Csak kiszakadjak otthonról. De vajon megcsapott már ez a szlogen, hogy itt Szent György mező, temploma, hát legalább az előtere, minden nap nyitva van. Hát ide betérhetsz, hogy hozzád szegődjön a kegyelem percében a te Jézusod. Hisz tudd, itt az oltári szentségben rád vár Jézus. Ugye, ám a nagybetűs életben megszokott dolog, hogy Jézus útja és a mi utunk, azok keresztezik egymást. Hát ezt a tényt mutatja jól meg a most hallott mai evangélium is. Látod, amikor Jézus csatlakozik, akkor olyan szép csendesen ő belekezd az ő remény terápiájába. De tudd azt is, hogy az igazi remény az sosem olcsó. Figyeld meg a szentek életében, különösen Szent György életében, hogy vereségen keresztül vezet hozzá az út. Mert Jézus reménye az egy halvány fény, mely hideg, szeles időben is világít. Emmauszba vezető út egész titka, hát ebben van, hogy Jézus visszaadja reményünket, azaz felmelegíti szívünket. Ahogy Gyepes Lajos és 3 gyermeke szívét is a mai napon a Szent Mise által fölmelegíti a szívüket, a fájdalmas szívüket. Evangéliumban nagyon érdekes az a rész, hogy hazaértek Emmauszba. Nos, egyszer hát nekünk is, hát haza kell érni, hogy megnyíljon az ég lelki szemeinknek. Idén július 2-án csupán 2 éve lenne, amikor híveimmel Csíksomjón jártunk, zarándokoltunk, ám a kegytemplom búcsúján, Sarlós Boldogasszony napján, mert Sarlós Boldogasszonykor van a csíksomjói templom, kegytemplom búcsúja, ahogy nekünk most is templom búcsunk van. És erre siettünk oda, elzarándokoltunk. Ott találkoztam akkor e boldog, szerelmes párral, Lajossal és Icával, és akkor nem is sejtettük, hogy sajnos 1/2 évre, örökre égbe haza viszi, vitte a szűzanya lelkét, Ica lelkét. Most már tudom, megóva őt a már nagyobb, szörnyűbb betegségektől, amivel sajnos ő olyan csöndesen már küzdött. És majd, hát temetése után 8 hónapra az égi anya küldte az égből ide a földre a kis Damján unokát, a papa, a családja szíve reménységének, hogy abba a fájdalmas szomorúba az a kis unoka mosolya visszaadja reményt. Nos, hát ami ott Emmauszba történt, hát abba a házba, ahová bement Jézus is velük, mert meghívta, csodálatos volt, ami ott történt, amikor asztalhoz ültek, ahogy ma itt és ott a tévé képernyő túloldalán is asztalhoz ülünk, mert templombúcsút ünneplünk,
És akkor ugye figyeltél, Jézus átvette a kezdeményezést, megáldotta, megtörte a kenyeret, hisz ez a házigazda dolga lett volna, vagy legalábbis az ott lévő rangidős személynek a dolga lett volna. S valóban, amikor ez megtörtént, megnyílt a két emmausi tanítványnak a szemük. Felismerték Jézust, de hallottuk, hát Jézus eltűnt előlük. Az a két tanítvány gyorsan, örömtől futva visszasiettek még abban az órában vissza Jeruzsálembe. Hát egyszer nagyon régen azt hallottam valakitől, hogy nő után és busz után nem futunk. Aha, na, nem úgy van ez. De hogy nem futunk, oly-oly-oly, amikor az ember még 19 vagy 20 éves, minden normális, egészséges fiú fut a nők után. Hányszor szaladtunk, ám a busz után is, hogy időbe elérjük az iskolát, a munkahelyet. De ebbe a korba már, hát ebbe a korba már egyik után se futunk, se a nők után, se a busz után. Már nincs erő arra a futásra. Milyen szép a mai evangéliumnak az az üzenete, tanítványok újra égő szívet kaptak. Látod, irgalom, azaz olaj és bor a sebekre. Hát a én lelkembe is olyan belső késztetést éreztem akkor, amikor a hírek jöttek Olaszországból, hogy mennyien meghalnak, szentségek nélkül, szeretteik nélkül magányosan halnak meg a koronavírusba. És mennyi pap is Olaszországban meghalt, belehalt ebbe a betegségbe. És én akkor úgy döntöttem életemben először, hogy fölveszem a betegek szentségét. Vesztenivalóm nincs, hisz ez a szentség egy évig érvényes. S ha netán jön közeled a ma vészpusztító vírus, hát én a lelkemben felkészült legyek a ma nagy útra. Templom búcsunk napján bizony el kell döntenünk, hogy ne a félelem vezéreljen bennünket, de ma megszorítások alatt. Hát vegyük észre, hogy van remény, mert ebből a vírus betegségből is, hát sokan, hát felépülnek, meggyógyulnak, immunensek lesznek. Melléjük szegődik nem csak a jó szerencse, hanem az Úr Jézus Krisztus, az orvosok, az ápolók, a segítők személyében. Nagy péntek este felhívott telefonon a mi városunk képviselője, Szentgyörmező képviselője, Erős Gábor, és arra kért, nem segítenék-e másnap reggel széthordani a karitás csomagokat a plébániánkhoz tartozó, rászoruló családoknak. És mondtam a telefonban neki, képviselő úr, hát járvány van. Nem fész? Erre csak ennyit mondott a képviselő úr. Hát egy képviselőnek ne csak akkor legyen fontos az emberek, amikor a szavazatok kellenek, hanem akkor is, ha ilyen vészhelyzet van, akkor is a képviselő tegye a dolgát. No ez engem melbevágott, de nagyon. Hát kesztyűt, maszkot húztam, s másnap is ketten, mint az emmauszi tanítványok, széthordtuk a szeretett csomagot. Én hiszem, hogy ott akkor mellénk szegődött Jézus is, és húsvét vasárnap is szintén ezt érezhettem meg, itt Szentgyörmező és Pilisszentlélek utcáit járva, akkor is ketten
egy családos apukával, mint az Emmauszi tanítványok, oltári szentséggel húsvéti áldást vittünk, s áldottuk otthonaitokba benneteket. Ott akkor is bizony hozzánk szegődött a föltámadt Jézus Krisztus. Ez a Jézus remény terápiája felmelegíti szívünket. Kegyelem, hát ez egy olaj és bor a lelki sebeinkre, ezt ne feledd. S végezetül templomunk védőszentje, Szent György példája is jól mutatja régóta e színes ablaküvegen, itt a főoltáron, hogy fénylik az ő erénye, s reményének győzelme felénk mindig fénylik, s mikor jobban, mint most e világjárvány idejében, hogy bennünket megakadályozó sárkányt, legyen az bűn, félelem, aggályok, vagy akár ez a világjárvány, ha kell, Szent György hűséges Isten szeretetének tanúságtételével győzzük, győzzük le. Amen. Testvéreim, hát Szent György templomunk búcsú ünnepelve, mi is most a keresztségi fogadalmunkat újítsuk meg. Kérdezlek hát itt és a tévéképernyő másik oldalán válaszoljatok és tegyetek hitvallást. Ellenem mondotok-e az ördögnek? És minden cselekedetének? És majd minden csábításának is? És hisztek-e a mindenható Atya Istenben, a menny és a föld teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de föltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján? És hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anya Szentegyházban, a szentek közösségében, bűneink bocsánatában, a test föltámadásában és a boldog örök életben? Nos, ez a mi hitünk, ez az Anya Szentegyház hite, amelyet boldogan megvallottatok templombúcsunk napján, Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Hát úgy legyen. Testvéreim, egy szívvel, lélekkel kérjük mennyei atyánkat, hogy legyen minden szent hajlék az ő kegyelmeinek forrása, ahonnét áldást merít Isten népe. Áld meg, Urunk, szentséges atyánkat, segíts püspökeinket és papjainkat, tartsd meg kegyelmedben egyház megyénket és egyház községeinket, hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk népünkért és azokért, akik fölöttünk most a járvány idején is a közhatalmat gyakorolják. Adj nekik, Urunk, jó szándékot és bölcsességet, minket pedig segíts boldogulásunkban, győzelmünkben a járvány idején. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk mindazokért, akik adományaikkal és munkájukkal áldozatot hoztak templomunkért. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk a szenvedőkért, az elhagyottakért, az öregekért, a betegekért, most a járvány idejében, és a szomorkodókért. Nyerjenek tőled, Urunk, erőt, oltalmat, gyógyulást és vigasztalást. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk a járványban elhuntakért, elhunt szeretteinkért, különösen elhunt Icáért. Legyen osztályrészük az örök boldogság és a dicsőséges föltámadás. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, Urunk, figyelj irgalmasan családod könyörgésére. Ezen a szent napon, templombúcsunk napján egész szívvel újra átadjuk magunkat szolgálatodra. Segíts és oltalmazz, hogy elteljünk áldásod bőségével, Krisztus, ami Urunk által. Áldott
vagy Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezőségedből kaptuk a kenyeret, fölajánljuk neked, mind a földtermését, embernek a gyümölcsét, ebből lesz számukra az élet kenyere, áldott legyen az Isten mindörökké. A bor és a víz titka által részesünk annak istenségéből, melyben részesültünk emberségéből. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezőségedből kaptuk a bor, fölajánljuk neked, mind a szőlőtől termését, és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala, áldott legyen az Isten mindörökké. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, és legyen kedves színed előtt áldozatunk. Most ne, Uram, bűneimet, s vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Könyörögjünk, kérünk Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újjongó egyházattól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, időn áldozattá lettéltünk, Krisztus, a húsvéti bárány. Őszüntelenül fölajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan párt fogol minket. Föláldozva önmagát nem hal meg soha többé, halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve hújjon. A mennyei erő és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengi, és vég nélkül énekli. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenem, dicsőséget betölti, ha mennyek is a földben, hosanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hosanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szól: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyadtok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hitte valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, most fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát, az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében a járványban elhunytakról, valamint elhunyt Icáról, elhunyt szeretteinkről, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, a templom búcsút ünneplő szentgyörmezői híveimen, a pili szentlélekieken, a járványban betegeskedőkön, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével, Szent Józseffel, a szent apostolokkal, minden magyar szentünkkel és boldogjainkkal, valamint Boszkó Szent Jánossal és templomunk védőszentjével, Szent Györggyel, s minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, majd mi is részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Krisztusban, kedves testvéreim, a zuboraljai nagy Cétényi, az én kicsi falun, ott születtem én, és engem anyám, míg élt, a papfiát mindig hazavárt, és úgy szerettem volna a héten oda-haza menni, pedig tudom, ott, otthon, már nem, és semmi nem a régi, más lett a nóta is azóta, hisz immáron 16 éve, hogy engem már anyám a volt fa kapuban már nem vár, és úgy szerettem volna temetőbe, Szent György napján a sírjához elmenni, otthon lenni, a régi utcákon újra csak úgy végig menni, a sok régi arctól ismét búcsút venni, és ott hagyni egy nótát, ott hagyni egy könnyet, azok helyett, akik vissza sose jönnek. Ezt az égő mécsest ezért a Szűzanya oltárára helyezem, hisz Felvidékre nem mehettem, édesanyám sírjára, ezért ezt a mécsest Szűzanya oltárára helyezem, és velem együtt ő érte, elhunyt Icáért és családjáért, a kis 8 hónapos Damján unokájáért, a járványban elhunytakért, betegekért, egymásért, Pili szentlélekiekért, és különösen templombúcsút ünneplő szentgyörmező hívekért, most így együtt így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, s míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Ami Úrunk Jézus Krisztus testének és lényének egyesítése, váljék a szent áldozás lelkünk üdvösségét. Uram Jézus Krisztus szent testen és lényében ne váljék. Isten baranya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az isteni bárány. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Most a tévé képernyő túlsó felén következhet a lelki áldozás. Hunyd be a szemed, és gondolj az utolsó szent áldozásodra, hogy az milyen volt, hogy vetted magadhoz. És közben ezt az imát hallgasd meg. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged, teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költöz a szívembe, és védj lakást benne örökre. Ami Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívembe. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Krisztus teste és vére, őrizzen meg engem az örök életre. Amen.
Esztergomban Szent György napját követően nagyon régi szokás volt és van, hiszen országos ökumenikus búza szentelés volt a Szent György mezői búzatáblákon. Templombúcsunk napján most imádkozzunk itt a templomban, és az otthonainkban a tévéképernyő túlsó felén keresztül is együttesen azért, hogy még a járvány idején is a gondunkat viselő Isten bizony kedvező időjárást adva, így megadja földünknek a termést, és ezáltal gondoskodjon rólunk, méltatlan gyermekeiről. Ebből az alkalomból szeretettel fogadom és kérem, jöjjenek nagy tiszteletű Kliment Ferenczi Andrea evangélikus lelkésznő, nagy tiszteletű Ágoston Csaba református lelkész úr, főtisztelendő Takács Gusztáv görögkatolikus parókus atya, Isten hozott benneteket, és kezdődjék hát a búza szentelő. Bizalommal tekintek fel rád, mindennek ura. Te adsz nekünk eledelt, alkalmas időben. Könyörögjünk. Mennyei édesatyánk, köszönjük a te ajándékozó szeretetedet. Köszönjük, hogy te táplálsz bennünket időről időre. És köszönjük, urunk, hogy a lelki aladel mellett te megadod a testit is. Áld meg, urunk, mindazokat, akik fáradoznak, hogy az embernek legyen mindennapi betevő falatja. Áld meg, urunk, a gazdákat, áld meg, urunk, azokat, akik sokszor időt, energiát is odaáldozva, talán ebben az időben életüket is kockáztatva, munkálkodnak azon, hogy semmiben ne lássunk szüksége. Gondviselő Istenünk, a te végzésed mindenkor valóra válnak. Könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk mindent, ami kárunkra lehetne, és adj meg mindent, ami javunkra szolgál, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szükségünk van ételre, kenyérre, ezért kérjük Isten segítségét, hogy ebben az esztendőben is újra gondoskodjon rólunk. Kiment a magvető vetni. Amit vetett, némely szem történetesen az útszélre hullott. Jöttek a madarak, felcsipegették.
Más szemek köves talajra hullottak, itt nem volt elég a föld. Csak hamar kikeltek, mert nem kerültek mélyére a földbe. Aztán, hogy forron sütött a nap, kiszáradtak, mert nem eresztettek mélyre gyökeret. Voltak szemek, amelyek bogáncsok közé hullottak. Amint a bogáncsok megnőttek, elfojtották, ezért nem hoztak termést. De volt mag, amely jó földbe esett. Ez, amikor kikelt és kifejlődött, termést hozott, 30-60, sőt, 100-szorosan. Áld meg, Urunk, vetéseinket! Az emberiségnek legyen üdvös tápláléka. Atyai jóságoddal engedd, hogy akik a föld javaiból táplálkozunk, tőled testi, lelki egészséget és oltalmat nyerjünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Krisztus igaz Istenünk, ki az öt kenyeret megáldotta és vele 5000 embert megelégített, ki egy kenyérből és egy kehelyből táplált bennünket, ezzel pedig az egységet és az összetartozást jelképezte, áldja meg vetéseinket, szántóföldeinket, gyümölcsös kertjeinket, minden nemű veteményünket, hogy az igen jó és bőséges terményeket hozzon. Könyörögjünk! Mindenható Urunk, tekints jóságosan vetéseinkre, te egykor Mózes által meghagytad Izrael fiainak, hogy Egyiptom földjéről távozva, azon a földön, amelyet majd mutatsz nekik, terményeik zsengéjét áldássák meg a papokkal. Kérünk, oltalmazd meg vetéseinket, hogy azt a jég el ne verje, a szél meg ne döntse, a hőség ki ne égesse, káros esőzés el ne pusztítsa. Őrizd meg épségben, és az emberek testi-lelki javára érleld meg azokat, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Könyörögjünk! Mindenható Urunk, Istenünk, tekints jóságosan vetéseinkre, ahogy egykoron Mózes által meghagytad Izrael fiainak, hogy Egyiptom földjéről távozva, azon a földön, melyet mutatsz nekik, íme terményeik zsengéjét, amit a Szent György mező gazda földjéről most e szűkös időben ide elét hoztunk, Urunk, áldassék meg a papokkal. Kérünk, oltalmazd meg vetéseinket itthon és az egész Kárpát-medencében, az esztendő inséges idejében, hogy ezt jég, ahogy hallottuk, el ne verje, szél meg ne döntse, ama hőség azt ki ne égesse, káros esőzés el ne pusztítsa, őrizd meg épségben, és az emberek testi-lelki javára érleld meg azokat. Töltsd meg újra ezen esztendőben is csűreinket és pincéinket a gabona és a bor bőségével, hogy azoknak örvendezve majd hallával telt dicséretet zengjünk érte neked, Istenünk, az új kenyér szentelésekor, augusztus 20-án. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek áldása szálljon Szent György mező és Kárpát-medence határainak minden vetésére, és maradjon rajtunk is mindörökké az áldás. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az ünnepünk az záró áldás felé tart. Templom búcsút ültünk, és a Rózsafűzér Társulat hölgyei a tévéseknek készültek egy finomsággal, hisz templom búcsúván templomfiát küldtek ide a kedves esztergomi RTV minden dolgozójának, munkatársának. Ezt kérem, hogy most vegyék át tőlem.
fogyasszák szeretettel templom búcsú fiát. Köszönjük szépen. Vigyázzon, mert ezt kell. Maradj, ne menjetek el. Krisztusban, kedves híveim, itt és a tévé képernyő túloldalán szeretném megköszönni nagy tiszteletű Klimentné Ferenci Andrián evangélikus lelkésznőnek, nagy tiszteletű Ágoston Csaba református lelkész úrnak, főtisztelendő Takács Gusztáv görögkatolikus parókus atyának, hogy ebbe a templom búcsúba belekapcsolódva ilyen inségesen itt a templomba áldottuk meg ökumenikusan a búzát. Köszönöm nekik, hogy eljöttek, részesültek, részesülhettünk az ő áldásukban. Köszönetemet fejezem ki Rozsár Brigitta organoművésznőnek és Horváth Domókos trombita művész úrnak a szép meglepetés és gyönyörű koncertóért, valamint Szabó Józsi bának, kántor úrnak, és nem utolsó sorban az esztergomi RTV TV stáb vezetőségének és munkatársainak, hogy közvetítették ezt a szent misét, a templom búcsunkat, hogy így tévéképernyőn keresztül a szentgyörmezei híveimmel együtt tudtunk ünnepelni az inséges időben. Köszönet a búzagazdának, Molnár Feri bácsinak, gazduramnak, hogy elhozta földjéről ezt a búzát, amit megáldottunk. És köszönöm önkormányzat képviselőnek, szentgyörmező önkormányzat képviselőinek, Erős Gábornak, hogy ezen a szentmisén velünk volt, bekapcsolódott így teljesen ez szentgyörmező templom búcsújában együtt voltunk. Köszönöm mindenkinek. Fogadjátok az Úr áldását, templom búcsú áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. A mi Istenünk, a menny és föld Ura, aki templom búcsunk ünnepén egybegyűjtött benneteket, árasszarajátok bőséges áldását a mennyből. Amen. Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma, és a Szentlélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei egyszülött fiában forjanak egyé. Amen. Engedje, hogy a megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Isten, és örökségül elnyerjétek az összes szentekkel együtt, különösen Szent Györggyel a mennyei boldogságot. Amen. Áldjon meg titeket, szeretteiteket, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A templom búcsú és a búza szentelő véget ért, járjatok békével. Halleluja, halleluja. Istennek legyen hálája.